Lothar Hirneisen német rákkutató az előadásának ebben a részében a palliatív terápiákról szól, a halálhoz vezető terápiákról. Erről az akadémikus orvoslás azt állítja, hogy ezek meghosszabbítják az életet és javítják az élet minőségét. A kutatások viszont ennek pont az ellenkezőjét bizonyítják. Csak ez senkit nem érdekel. Elérkeztünk a következő mítoszhoz, a palliatív terápiák meghosszabbítják az életet. Vajon ez stimmel-e? Egyáltalán mi az értelme a palliatív terápiának? A palliatív azt jelenti enyhítő, ellentétben a kuratív terápiával, ahol gyógyítani szeretnénk. A palliatív azt jelenti, a páciens már feladta, enyhítjük a tüneteit addig, amíg meg nem hal. Mi az értelme a palliatív terápiának? Ez többnyire kemoterápia. Az élet minőségének a javítása és az élet meghosszabbítása. De az igazat megmondva, én még soha nem láttam azt, hogy az élet minősége javult volna a kemoterápiától. Tehát egyetlen egy érv maradt, hogy meghosszabbítja az életet. De vajon stimmel ez valójában? Ez itt a tavalyi év legnagyobb kutatása. Nézzék meg, azok az emberek, akik kemoterápiát kaptak, 12,4 hónappal élték túl a kemoterápiát, függetlenül attól, hogy milyen típusú rákjuk volt. A többiek, akik semmilyen kemoterápiát nem vettek fel, 15,4 hónapig éltek még. Ez itt a következő kutatás Angliából, ugyanazt nézték meg. Ez az úgynevezett 30 napos halálozási arány, azon emberek száma, akik kemoterápiát kaptak, és 30 napon belül meghaltak. Például a tüdőrákosoknál minden második ember a kemoterápiába hal bele. Ha nem csináltak volna semmit, még néhány hónapig élhettek. És ezek egy további kutatások, ugyanazokkal az eredményekkel, nem megyek bele a részletekbe. Szeretném, ha csak itt ezt a jobb alsót néznék meg, ahol 90%-at látnak. Ez egy aránylag új kutatás Palo Altóból, Kaliforniából. Ebben azokat az orvosokat kérdezték meg, akik ezeket a kezeléseket felírják és végezik, hogy ők saját magukon alkalmaznák-e. Ezeknek az orvosoknak a 90%-a azt mondta, hogy nem, ők ezt nem. Csak hogy lássák az onkológia tudathasadásos állapotát, hogy azok az orvosok, akik ezeket a kezeléseket végzik, ezt saját magukon és a családjukon nem alkalmaznak. Ha ez nem szomorú, akkor nem tudom, hogy mi az. És van itt egy mondat, ami nagyon kedvelt a palliatív terápiáknál. Van az ön számára valami. És tudják, hogy miért jön mindig ez a mondat? Már nem is tudom, hány beszélgetést folytattam palliatív páciensekkel. És vannak az életben ennél sokkal szebb dolgok, mint valakinek megmondani azt, hogy ön hamarosan meg fog halni. És az orvosok ezt különösen nem szeretik, mert a legtöbb orvos nem jó pszichológus. És ezért ahelyett, hogy azt mondanák, hogy mi már nem tudunk önnek segíteni, inkább ezt mondják, hogy van még valami az ön számára. És akkor jön az antitestterápia, egy ilyen antitestterápia mindössze 40 ezer euróba kerül. Egyéb terápiák például itt Németországban több mint 100 ezer euróba kerülnek. Ezért ez a 40 ezeres az a nagyon kedvelt terápia, amit az utóbbi években egyre sűrűbben felírnak. Palliatív rák terápiák 100%-ban halálhoz vezetnek. Erről soha nem beszélnek. Én ezt minden héten megteszem. Én ezt minden héten elmagyarázom az embereknek. És ezt az embereknek mindenképpen tudniuk kell, hogy itt nem arról van szó, hogy meghalnak-e, hanem hogy mikor halnak meg. És van a brémai muzsikusok meséből ez az ismert mondat, amikor a tyúk mondja a szamárnak, hogy gyere velem Brémába, valamit, ami jobb a halálnál, biztos, hogy találunk. És ezt mondom én is mindig, hogyha az orvos azt mondja, hogy én biztos, hogy meghalok, akkor miért csináljak valami olyat, mint a kemoterápia? Abban a reményben, hogy hosszabb ideig fogok élni, amikor a kutatások legtöbbje bebizonyítja, hogy ez nem igaz. Tehát ezért mondom, hogy ezt mindenkinek világosan látnia kell, hogy a palliatív terápiák biztos, hogy a halálhoz vezetnek. És én nagyon sok olyan emberrel beszélgettem, aki palliatív terápiában haza lett küldve, hogy otthon halljon meg, és nem haltak meg. És tudják, hogy mit mondok? Ezek közül az emberek közül, ez több ezer ember, egyetlen egy sem volt olyan, aki akadémikus orvoslás által javasolt terápiát csinált. Én még egyetlen egy olyan emberrel nem találkoztam, akinek már áttétei voltak, és egy kemoterápia vagy sugárkezelés hatására meggyógyult volna. Az embereknek egy ilyen csoportja ezen a bolygón nem létezik. Természetesen én nem állítom azt, hogy a kemoterápia nem tud bizonyos daganatokat megsemmisíteni, és vannak ilyen emberek, akik meggyógyulnak egy kemoterápia után. Én azt állítom, hogy akinek már áttétei vannak, azok közül egy sincs, aki egy kemoterápia vagy sugárkezelés után életben maradt volna. Ebben az évben Németországban 240 ezer ember hal meg egy rákkezelés közben.
Mert a legtöbb rákos embert az utolsó pillanatig kezelik. 240 ezer ember hal meg Németországban egy rákkezelés közben.